Nem kérdés, hogy az úgynevezett Pegasus botrány az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb és legszövevényesebb ügye, amelyben számos kormányzat, így többek között a jelenlegi magyar és a lengyel kormány is érintett. 2021. júliusában egy széleskörű újságírói együttműködésnek köszönhetően derült ki, hogy 10 országból mintegy 50 ezer telefonszámot tartalmaz az a lista, amelyek érintettek lehetnek a Pegasus botrányban. Államfők, miniszterelnökök, üzletemberek, politikusok, civil emberek telefonjaiba és így magánéletébe törhettek be ezzel az eredendően kizárólag terror elhárítási feladatokra használható eszközzel. Magyarország és Lengyelország szerepe egybefor ebben a botrányban is. Sajtóhírek szerint a lengyel kormány még 2017-ben, akkor 17-ben döntött a szoftver megvásárlásáról, amikor az akkori lengyel miniszterelnök beállt a Szidló a magyar fővárosban Budapesten tárgyalt Orbán Viktorral és Benjamin Netanyahu akkori izraeli miniszterelnökkel. Igen, illiberálisok egymás között. Magyarországon a feltárt adatok szerint az állam ellenzéki politikusokat, városvezetőket, a jelenlegi kormánnyal szemben kritikus üzletembereket, a Fidesz piszkos ügyeit feltáró újságírókat, de még a köztársasági elnök testőrségének egyes tagjait, vagy épp a kormányból később távozó középvezetőket is megfigyeltek ezzel az eszközzel. Az Orbán kormány sokáig tagadta. Tagadta, hogy egyáltalán megvásárolta volna ezt a kémszoftvert. Azóta is minden eszközzel akadályozza és hátráltatja a részletek feltárását, de idővel azt már kénytelenek voltak elismerni, hogy a kormány igenis rendelkezik ezzel a kémprogrammal. Azóta már azt is tudjuk az adatvédelmi hatóság vizsgálata alapján, hogy valóban a megfigyeltek között voltak az említett újságírók és ellenzéki közszereplők. A hatóság álláspontja szerint ugyan a megfigyelések a hatályos törvények szerint történtek, az erről szóló teljes jelentést azonban 2050-ig titkosították. A magyar érintettségben rendkívül sokatmondó tény, hogy a Pegasus szoftverrel történt megfigyelések egy jelentős részére az igazságügyi minisztérium azóta lemondásra kényszerített miniszter helyettese adott engedélyt, aki jelenleg is gyanúsítottja egy büntetőügynek, miután az ügyészség szerint egy jelentős korrupciós hálózat egyik kulcsszereplője volt. Azért állunk most önök előtt itt, Robert Biedroń lengyel képviselőtársammal, barátommal, mert közösen akarjuk felhívni az európai nyilvánosság és az európai parlament képviselőinek figyelmét arra, bár sokat tudunk már a botrány részleteiről, de még mindig nem tudunk eleget. EP képviselőként a lengyel és a magyar emberek képviseletében követeljük, hogy az európai intézmények minél hatékonyabban és minél határozottabban szorítsák rá az érintett tagállami kormányokat az együttműködésre a Pegasus szoftver használatának feltárásában. Egyúttal közösen követeljük, hogy az Európai Bizottság külön hangsúlyt fektessen Magyarország és Lengyelország esetében erre az ügyre, a júliusban publikálásra kerülő 2022-es éves jogállamisági jelentésében és érdemben vizsgálják meg a Pegasus ügy jogállami roncsolását az említett tagállamokban. Lengyel-magyar két jó barát együtt harcol és issza borát. Szól a két nemzet barátságát idéző mondás, lengyelek és magyarok együtt harcolunk most a tisztesség és az átláthatóság érdekében, nem fogjuk hagyni, hogy hazánkban bárki visszaéljen hatalmával, titkos eszközökkel megfigyeljen, megfélemlítsen minket, bárkit. Afera Pegasusa to kolejny dowód na demontaż państwa prawa przez rząd PiS. Za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę narzędzia, zwanego Pegasusem, pierwotnie przeznaczonego do celów antyterrorystycznych, podsłuchiwani byli m.in. członkowie opozycji, ale w praktyce także prawdopodobnie ich rodziny, najbliżsi, znajomi i przyjaciele. Mogło mieć to bezpośredni wpływ na przykład na wyniki do wyborów polskiego parlamentu i europarlamentu. Afera wychodzi dzisiaj jednak także poza Polskę. W lipcu 2021 roku dzięki szerokiej współpracy dziennikarzy śledczych
ujawniono, że afera Pegasusa może obejmować około 50 tysięcy numerów. Numerów aż z 10 krajów Unii Europejskiej. Paradoksem jest jednak to, że to właśnie rządy Polski i Węgier, walczące z tak zwanym duchem komunizmu, zdecydowały się na użycie metod, których nie powstydziłby się partyjny aparat rodem z PRL-u. Mimo istnienia niezbitych dowodów na podsłuchy, rząd PiS-u zaprzecza, jakoby używał Pegasusa do inwigilacji opozycji i robi wszystko, by zamieść sprawę pod dywan jak najbardziej skutecznie. Dzisiaj niestety robią to nadal bez żadnej kary, bez żadnej kontroli. Dlatego też jesteśmy tu dziś z moim węgierskim kolegą Istvánem Ujhelyim, by zwrócić uwagę europejskiej opinii publicznej i posłów do Parlamentu Europejskiego na to, że chociaż wiemy dużo o szczegółach afery, to wciąż nie wiemy wszystkiego. Jako eurodeputowani reprezentujący polskich i węgierskich obywateli domagamy się, aby instytucje europejskie skutecznie naciskały na rządy zainteresowanych państw członkowskich, aby te też współpracowały w śledztwie dotyczącym wykorzystania oprogramowania szpiegującego Pegasus. Jednocześnie wspólnie domagamy się, aby Komisja Europejska w swoim rocznym raporcie na temat praworządności, który ma zostać opublikowany w lipcu tego roku, położyła szczególny nacisk na te kwestie w przypadku Polski i Węgier. Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, mówi powiedzenie, które przed chwilą przywołał István, przywołujące przyjaźń między naszymi dwoma bratnimi i siostrzanymi narodami. Tym razem Węgrzy i Polacy walczą razem o uczciwość i przejrzystość. Nie pozwólmy, by w demokratycznych krajach będących członkami Unii Europejskiej rządy używały systemów inwigilacji do zastraszania obywateli.